Mindhárom hajdúszoboszlói középiskolába, így a Hőgyes Endre gimnáziumba is elvitték a civilek üzenetét az egyesületek képviselői. Főként a sportszervezetek éltek a bemutatkozás lehetőségével, de jelen voltak a néptáncosok és a polgári olvasókör képviselői is. Bár a gimnazisták több ponton kapcsolódnak a városban működő egyesületekhez, a márciusi roadshow hozzásegítette a diákokat jobb megismerésükhöz. Az épületbe lépve a hajdúszoboszlói polgári olvasókör standja várta a diákokat, akik kíváncsian vették kézbe az irodalmi totókat és a pultra kihelyezett változatos irodalmi csemegéket. A többi szereplővel való találkozáshoz viszont a suli tornatermébe kellett eljutni, ami diákok százainak sikerült is. Megtudtuk, az asztali tenisz már nem kötelező tananyag, de elég régen jelen van a város sportéletében a Gázláng Sportegyesület, majd utódja a hajdúszoboszlói asztali teniszklub ahhoz, hogy fontosnak tartsák a megjelenést. Igen, ez különleges alkalom, mert ilyen még nem volt a városban 1976 óta, amióta, ha lett volna, akkor én tudtam volna róla. Az, hogy jó alkalom lesz ez a végén eldől, érdeklődők vannak a városból, de sajnos ez az asztali tenisz ez nem egy olyan sportág, mint mondjuk a futball, hogy van 10 csapata mondjuk egy futball szakosztálynak, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Nálunk ez nem megoldható így, mert egyszerre például, ha 4 asztalt fel lehet állítani, akkor 8 ember tud csak játszani. Viszont nagyon jól be lehet vinni például egy család életébe is, mint mozgásformát. Az igaz, pontosan igaz. Úgyhogy én senki elől el nem zárkózok, aki jön és érdeklődik ez iránt a játék iránt, úgyhogy szívesen látok mindenkit, és akkor úgy igazítjuk a teremben az időbeosztást, hogy mindenki azért tudjon élvezkedni is a saját sportága, a kedvenc sportágában. Ráadásul Hajdúszoboszlónak most is van egy asztali teniszezője, aki nagyon neves szereplő és egy nagyon erős akaratú lány, tehát az ő személye is segíthet, és úgy tudom, hogy ő is kötődik az egyesülethez. Kötődik, nálunk nevelkedett gyerekkorától, Svita Csalekszáról van szó, aki most jelen pillanatban már paraolimpikon, és nyert már világbajnokságot is, nem túl rég. Sajnos olyan egészségügyi problémája volt, hogy ráment az egyik karjának a fele, meg nincsenek lábújai. Viszont rendkívül erős akaratú lány, és ő egy nagyon-nagyon szép példa, hogy ezt a sportágat lehet bármilyen élethelyzetben szinte mentőövként is használni. Pontosan így van, ahogy elmondta. Igen, egyetértek vele. Akkor a kicsi kislánykora óta ismerem végig követve a pályafutását is, néha szoktunk találkozni, ha hazajön, de most már Győrbe van, ott van a székhelye, de mindig szoktunk neki írni SMS-t, meg gratulálunk az eredményeihez, mert nagyon szép eredményei vannak, és ilyen területen azt lehet mondani, hogy majdhogy nem a legjobb az országban. Női vonalon egyértelműen. Az asztalnál egy Hőgyes diák, Budaházi Norbert, aki rövid ideig volt a klub kötelékében. A diákoknak többsége ugyanis nem helybeli. Ez megnehezíti az edzéseken való részvételt. Sokan utazgatnak, ugye, épp úgy, mint ő. Tőlünk is jó pár játékos Debrecenbe jár középiskolába, úgyhogy nehéz nekik is alkalmazkodni ehhez az életritmushoz, úgy mondjam. Ha mondjuk néhány szóban kéne a sportágat majd itt biztosan be is kell mutatni, akkor melyek lennének azok a hívó szavak, amelyet a pingpong mellett, asztali tenisz mellett ön kimond majd? Hát így szavakban nem gondolkoztam még ezen. A kérdés most így elsőre majdhogy nem így mondom, hogy ismeretlen, de nem az. Tehát ez nagyon jó közösségformáló. Nálunk azt lehet mondani, hogy már 40 éve mindig jó közösség alakul ki, a gyerekek szeretik egymást, egymás kedvéért is járnak, utána barátságok születnek belőle, és a sportág szeretete mindenképpen. Jól megtanítják itt az alapokat,
csak hogy én szeretnék tovább fejlődni, ezért inkább átmentem Ladányba a Hajdú-Bihar Vármegyei Szövetség elnöknél tanulni, Andrási Zoltánnál, Ladányba tanít, edzéseket tart, meg még van külön Debrecenbe edzés, ahol lehet menni. Nádudvari vagy? Nádudvari vagyok, igen. Hát bonyodalmas egy kicsit akkor az élet így három helyszín vagy négy helyszín között? Igazából úgy járok edzésre, hogy kétszer-háromszor egy héten, attól függ, hogy hogy van, szüleim elváltak, ugyanis apám az Nádudvaron játékos, és ővel ezt szoktam még kijárogatni szombatonként, hogyha nála vagyok, de nem annyira nehéz, ugyanis hétfőnként Nádudvaron edzek, kedden ki lehet még menni, mert ugyanúgy van termünk, csak nem mindig szoktam, mert tanulnom is kell, igaz, ugye, és péntekenként meg Ladányba átjárok. És itt a gimiben, hogy ez az egyesületben mutatkozik, vagy hogy ez a sportág esetleg népszerűbb lehet, ezzel egyet érte? Ezt a korosztályodat mennyire érdekli ez a sportág? Hát úgy hiszem, hogy itt Magyarországon szerintem a pingpong az nem egy nagy sportág, és nem hinném, hogy nagyon népszerűvé lehet ezzel tenni, de megpróbálunk mindent. Nem tudjuk, hogy a diákokra vonatkozóan hivatalosan készült-e statisztika, ki milyen sportszervezet egyesület tagja. De az egyértelmű, hogy a tizenévesek érdeklődése a világ iránt páratlan. Még akkor is, ha sokan erősen specializálódnak, egy-egy területre koncentrálnak. Az iskolának viszont érdemes támogatni őket a tanórán kívüli tevékenységekben is. Ezért nem volt kérdés, jöhetnek a civilek a gimibe. A diákjaink már imitamot példaként szerepeltek egy-egy civil szervezetben, tehát sportolóként egy-egy társadalmi szervezetben is részt vettek, illetve korábban voltak példák arra, hogy az olvasókörben is részt vettek diákjaink, mikor felkéréseket kaptunk, de azt gondolom, hogy a diákság azért a mostani viszonyok mellett nem annyira tájékozott ezekről a lehetőségekről. Ezt a mai napot hogyan tudták előre megtervezni itt az iskolán belül? Milyen szempontok alapján, hogyan találkoznak a diákok? Órát elhagyhatják esetleg? A mai napunk az igazán sűrű, hiszen több program is zajlik az iskolában. Így próbáltuk az érdeklődő diákokat bevonni ebbe a programba. Szünetben minden diák részt vehet és tájékozódhat, illetve céltudatosan 3-4 osztályt kiválasztottunk, akik megtekinthetik a civil szervezetek bemutatkozásait. Miért éppen azt az osztályt? Hát úgy gondoltuk, hogy ez a korosztály még a 14-16 éves korosztály, aki nem igazán tudja még esetleg az útját, hogy mivel szeretne foglalkozni, és akkor így őket minél több lehetőséggel szerettük volna megismertetni. Itt mögöttünk is van egy osztály, például őróluk mit tudhatunk meg? Ők egy 10. évfolyamos 6 osztályos osztályunk, tehát ők a tehetséggondozó osztályunknak az egyik legjobb példája, képzésünknek legjobb példája. Hát ők igazán érdeklődőek, tehát ott rengeteg sportoló van, rengeteg ember, aki művészetekkel, tanulmányi versenyekben vesz részt, tehát ők kifejezetten nyitottak az ilyen lehetőségekre. Van-e esetleg olyan gondolatuk, hogy maga a gimi nyit hasonló módon például a város felé, tehát hogy mondjuk a gimi foglalja el egyszer a várost? Hát igazából több ötletünk is van, most szokott lenni, hál' Istennek a diákönkormányzatunk remekül működik, ugye a városi diákönkormányzat szervezésében ők aktívan részt vesznek, vagy részt vettek. Tehát sok olyan programban próbálunk részt venni, amiben vagy megkeresést kapunk, vagy valami hagyományteremtő jelleggel próbálunk újat csinálni. Amikor eljön az érettség ideje, addig mindig beszámolunk róla, hogy mennyien tanulnak itt, és így tovább. Most milyen összegzést tudna adni erről a gimnáziumról? Hát kezdjük kinőni az iskola épületét. Nagyon sokan vagyunk, hál' Istennek, tehát minden osztályunk közel maximális létszámmal működik. Képzéseink egyre népszerűbbek, hál' Istennek. Érettségizőink továbbra is 100-120 feletti létszámmal vannak. Én bízunk benne, hogy ahogy eddig is, most is megkapják azt az alapot, ami a jó érettségéhez, hogy tovább tanulásra szükséges lesz. A tornaterembe lépve először nem is volt egyszerű felmérni, ki mindenki van jelen és mit is kínál. Zoe egyike azoknak a lányoknak, aki bár szeret sportolni, nem tagja még egyik egyesületnek sem. Igazi célközönség. Kézizni lehet, pingpongozni, táncolni, akrobatikus sportágakkal ismerkedni. Melyik lenne az, amiben még becsatlakozhatnál? Hát mindegyik nagyon jó hangzik, még nem tudom, de mindegyik nagyon jó lenne. Ez egy ritka alkalom itt a gimiben, gondolom, hogy ilyen napok azért nem nagyon vannak. Nincsenek nagyon. Ez is így az első most, azt hiszem. De nagyon érdekes, nagyon menő.
Meggyőző erőt képviseltek a kézislányok. A sportág alapjait minden iskolás ismeri, de a csapathoz tartozás érzését jóval kevesebben élik meg a lehetségesnél. Megfigyeltük azt, hogy a fiatalok az utóbbi időben nem annyira sportolnak, és elég nehéz volt őket rávenni arra, hogy felálljanak például a padról. De amikor megtört a jég, nagyon nagy örömünkre rengetegen kipróbálták ezt a szép sportot, a kézilabdát. Szeretnénk, hogy az utánpótlásunkat tudjuk tovább fejleszteni, mivel hogy már óvodás csoporttól kezdve egészen serülő korosztályig vannak csapataink, és ezekbe a csapatokba szeretnénk majd még több gyermeket bevonzani. A szervezetünk már 2002 óta működik, de ahogy kifejlődjünk, 2010 óta ismerheti a város a Női Kézilabda Egyesületet. Bízunk benne, hogy sokan ismerik. Bár mi még kis megyei csapat vagyunk, egy ilyen 60-80 utánpótlás gyermekkel, illetve egy női csapattal, felnőtt csapattal. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően még jobban megismernek bennünket. A férfi válogatott olimpiára való kijutásának kis túlzással milliók örültek. Egy-egy ilyen esemény mindig ráirányítja a figyelmet a kézire is. Ráadásul Hajdúszoboszlónak ebben a sportágban is vannak meghatározó nagyságai, akik erősítik a női vonalat. Bízom benne, hogy majd amikor a hölgyek is játszanak, és a hölgyek is kijutnak az olimpiára, akkor az a mi részünkről, tehát a női vonalon reméljük, hogy sokat fog lendíteni a mi kis problémákon. Jeles példák is vannak Hajdúszoboszlón. Igen, tehát vegyük a világválogatott Sterbinszky Amáliát, de azért lehet még azon kívül sorolni, voltak még a Tóth Rózsa, a nemrégiben elhunyt Agárdi Éva, akik magas szinten, NB1-es szinten kézilabdáztak és öregbítették Hajdúszoboszló női kézilabdá nevét. Illetve megemlíthetem Lellősi Pali bácsi nevét, aki a női vonalon rengeteg edző, tehát rengeteg fiatalt nevelt ki ennek a kézilabdának. Úgyhogy itt a gimi is erős volt ebben a sportágban a korábbi években, tehát ezért is lenne talán fontos, hogy ebben a suliban kellő erősséggel legyen jelen a kézilabda? Igen, folyamatban van, illetve tárgyalásban vagyunk az iskola vezetőségével, hogy azokat a gyerekeket, akik nálunk nevelkednek, megpróbáljuk őket ide irányítani, hogy itt legyenek, és az iskolával karba öltve tudjuk továbbfejleszteni a kézlabdánkat. Egykori, szintén hőgyeses diákként is jó volt látni a pezsgést a gimiben. A kézilabda például a 70-es években különösen erős volt a lányok körében, de arról nincsenek emlékeim, hogy táncházat rendeztek volna nekünk. Arra pedig biztosan nem volt korábban példa, hogy a kettő együtt menjen. Igaz, annak idején még a szalagtűzős táncokért is meg kellett harcolni, amit mi meg se vívtunk, csak utódaink. Eszembe jut viszont a latin órák egyik bölcsessége. Ó tempora, ó mórész, ó az idők, ó a szokások. Még szerencse, hogy a mondás ma is igaz, és a mai diákok már jóval demokratikusabban választhatnak, mihez kezdjenek szabad idejükben, mint a korábbi generációk. A városunkban ez az első ilyen program, amit szerveztek. Eddig egész jó, jól érezzük magunkat, és szerintem mások is így vannak ezzel. Gondolom a kézilabda korábbi neked, mint maga a gimi. Igen, sokkal hamarabb kezdtem, már lassan a 9. éve, hogy csinálom, és így. Jó. Mi vezetett téged annak idején e felé, a sportág felé? Saját döntés volt, és szerintem nem bántam meg. A mai napon hányan jöttetek az Egyesülettől, és most zajlik egy kis bemutató, de mivel készültetek? Hárman jöttünk az Egyesülettől, a legidősebbek úgymond, és készültünk egy kis bemutatóval, a falra lehet dobálni labdával, és hogyha beledobnak a lyukba, akkor kapnak egy nyalókát, illetve vannak ilyen létrás feladatok, vagy dinár ügyességi feladatok is, és ilyenek. Most elég nagy a figyelem a magyar kézilabda iránt, gondolom, hogy te is kíséred őket. Igen, kísérem, igen. Úgyhogy van kiért izgulni, és van miért örülni. Így van, igen. És itt a mai napon még az is érdekes volt, hogy ti beálltatok táncolni például, tehát hogy élvezitek ezt, hogy másban is meg lehet mutatni, hogy valaki mondjuk jó kondícióban van, és szeret mozogni. Hát
ez így közös megegyezés volt. Elsőnek nem mertünk beállni táncolni, mert nem tudtuk, hogy mire várhat ránk, de így már a vége felé így meghoztuk a kedvet rá, és így beálltunk. Az rögtön föltűnt nekem, hogy viszont fiúk nem táncoltak, tehát hogy ez érdekes lehet itt a gimiben, hogy a fiúk lehet, hogy a sportok iránt jobban elkötelezettek, de a tánc az nekik egy kicsit ilyen távolságtartással. Hát egy osztály volt, ami, ahol a férfiak is táncoltak, és szerintem amúgy jól csinálták, szóval hát nem tudom, szerintem érdemes lett volna nem kihagyni, jó buli volt.